Sikeres időszakon vannak túl a Győri-Bercsényi DSE atlétái, köztük az egyik legnagyobb reménység, Zajovics Nóra is. Május végén Dublinban rendezték ugyanis az Atlétikai Európa bajnokságot, ahol a junior juniorkorú versenyző először szerepelt a felnőttek között. Nem is rosszul. Nóri ugyanis értékes három pontot szerzett 400 méter gáton és 4x400 méteres váltóban. Ezzel a magyarok bebiztosították helyüket az első osztályban. Tizedik helyezést értem el 400 méteres gáthutásban Aminek igazából örültem magának a helyezésnek, mert tizedik helyezéssel, tehát tizedik idővel érkeztem oda, úgyhogy a papírformát azt hoztam. Az idővel annyira nem vagyok elégedett, kicsit hűvös volt és nagy volt a szél, úgyhogy valószínű, annak tudom be ezt a gyengébb időeredményt. Az itt elért eredményeinek is köszönhetően a Győri Atéta szerdán indulhat a világsztárokat és felvonultató Gyula István emlékversenyen. Itt 400 méter gáton fog versenyezni, ahol szeretné megdönteni az eddigi legjobb idő eredményét. Szeretnék 16-ba mindenképp bekerülni, persze az álmom az a döntő lenne, tehát a 8 közé jutás, ami úgy gondolom egy egyéni csúcssal akár sikerülhet is. Az élet azonban ezután sem áll meg Nóri számára. Július 18-ától ugyanis Rietiben kell, hogy bizonyítson a Junior Európa bajnokságon, majd egy hétre rá már a budapesti országos bajnokságon futhat éremért.